maradt az erőnk, maradt az energiánk. Mint évek óta mindig, most is idősekkel telt meg a bridge az ESZI által szervezett hagyományos farsangi mulatságra. 110 szépkorú érkezett az idős klubokból, hogy egy kicsit kikapcsolódjon, zenét hallgasson és táncoljon, na meg persze megtudja, milyen programok várnak rá az év során. A város szociális területet felügyelő alpolgármestere is visszajáró vendég a bálon. Dr. Somogyi Tivadar szerint 60-on felül is jól jön egy kis lazítás. Nem szabad hagyni, hogy az idősek belezuhanjanak a saját maguk által teremtett esetleg problémákba, vagy a saját maguk kis világában, mozgassuk ki őket. Na most a mozgatás az részben ugye működhet úgy, hogy a szó fizikai értelmében mozgatjuk, hiszen nem véletlen, hogy egyik legsikeresebb programjaink a különböző mozgásokhoz, teniszhez, de akár mondhatom a tánchoz, vagy akár a sportoláshoz való hozzáállások, de szellemi pluszt is jelentene. 2017 részben az EOFról, de sok minden másról is szól a győri idősklubokban. Erről már az ESZI igazgatója számolt be a résztvevőknek. Panker Mihály úgy véli, ebben az évben is színes és érdekes programok várják a szépkorúakat. Van még előttünk néhány sportága, mivel az időseink edzés keretében megismerkednek, úszás, röplabda többek között. Tehát ez az egyik olyan program, ami az EOFIG mindenképpen végig megy az évben, és a sportot ezután sem fogjuk abba hagyni, hiszen a spinningelés, a különböző túrázások, a természetben való mozgás, ez akár a Nordic Walking segítségével, ez mind benne marad az éves programtervben. Egy nagyon fontos eleme az évnek a múzeummal való együttműködés, hiszen a rajzszakkörtől kezdve egészen a régi magyar filmek kiállításig nagyon sok mindenben vesznek részt az időseink. Közel 10 éve a Rómer Múzeum is kiemelt partnere az ESZI-nek. Az idősek szívesen járnak kiállításokra, vesznek részt rajzszakkörön és bővítik tudásukat. Az intézmény ebben az évben is számít a tevékeny és érdeklődő 60-on túliakra. 2007 óta indítottuk el az együttműködést az idősek klubjaival, és hát az volt a célunk, hogy rendszeresek legyenek a tárlatlátogatások, és nem csak a tárlatvezetések, hanem egy kicsit beszélgetés a kiállításban, illetve a kiállításokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő előadások, tehát helytörténeti, néprajzi, illetve képzőművészeti előadások. És hát azt mondhatom, hogy alkalmanként a 10 vagy 11 klubból rendszeresen jöttek a klubvezetőkkel az idősek. S Veronában minden lány egy Mona Lisa, ám de másra a szívét sose bízza. A megnyitók után pedig jöhetett a zene és a tombola, utóbbin ezúttal is értékes nyeremények várták a farsangi bára érkezőket, később sokan táncra is perdültek, bizonyítva ezzel, hogy tényleg nem csak a 20 éveseké a világ.